Sziasztok, Honori Eszter vagyok, és azért készítem ezt a videót, hogy arra buzdítsalak benneteket, hogy ebben az otthonmaradós időszakban is legyen szórakozásotok, aminek az egyik legegyszerűbb eszköze az olvasás. Most nagyon meleg lett hirtelen, úgyhogy kijöttem ide a terasz erkélyre, ahol mindenféle fura hangok vannak egyébként az utcában, tehát lehet, hogy lesznek utcazajok is, de ez ne zavarjon benneteket. Fölvettem a szalmakalapomat, ide raktam a rozmaringot az ablakba, hogy legyen egy kis háttér. Látszik? Hát, ennyi. Jaj! És lehet, hogy le fog esni a telefon is, úgyhogy ezt a kis filmet mindenképpen az élet fogja rendezni. Na szóval, amire gondoltam, az Csukás Istvánnak a Nyár a szigeten című könyve lesz, amit én most elkezdek szépen olvasni, egy kis ízelítőként, a többit meg majd ti folytatjátok. Első fejezet, amelyben véget ért a tanítás. Kecce kipróbálja a zseblámpát, de azért elindulnak, egy tyúk feketére ég, de azért megeszik. Mint minden igazán vidám gyerektörténet, ez is egy csengő szóval kezdődik. Mégpedig sejthetitek, az utolsó csengő szóval, amelynél édesebb muzsikát a világ legnagyobb zeneszerzője sem tudna kitalálni. Pedig amúgy különben elég csúnya berregés, zrrr, meg hrrr, meg brrr. De hát, mint annyi dolgot az életben, ezt is széppé költi át az emberi vágyakozás. Vagyis szólt a csengő, zörgött, hörgött, berregett, és bádogos, akinek pedig olyan botfüle volt, hogy mankó helyet lehetett volna használni, lehunyta a szemét, szeplős arcán áhítat terült szét, és úgy hallgatta, mint egy szimfóniát. Tuka férfias komolyságot erőltetett az arcára, és tüntető lassúsággal szedte össze a füzeteket, ceruzákat, mint akit akármilyen csipcsop üggyel nem lehet kihozni a sodrából. Bezzeg Cseppcsányi alig bírt magával. Rezgett, remegett, mint egy higanygolyó. Hirtelen kigorult a padból, a táblához rohant, s hatalmas lendülettel, már ameddig rövid karja felért, óriási V betűt rajzolt az akáció felé. Ráadásul elé. Szinyák és Kece, akik... Ez most eddig tartott, majd folytatom. Na, folytatom. Időközben egy legyet kellett kiüldöznöm a lakásból. Szóval ott tartottunk, hogy Szinyák és Kece, akik egy padban ültek, mintha csak erre vártak volna. Felugrottak a pad tetejére, és világgá harsogták a visszavonhatatlan tényt. Vakáció! Vakáció! Éljen sokáig a vakáció! Palánk Géza, aki előttük ült, finom nehezteléssel a fejét csóválta. De azután őt is magával sodorta az események ellenállhatatlan lendülete, ugyanis Szinyák elvesztette egyensúlyát, és Kecét is magával rántva, mint a Dugovics Titusz a törököt, Palánk Géza nyakába zuhantak. Mire kigabajodtak egymásból, a tanterem kihűrült, csak ők maradtak ott hatan, mint az összeesküvők. Bár az igazat megvalva, a többieket cseppet sem törődtek velük, kirohantak a végtelennek tűnő nyárba, mint a kalitkából szabadult csízek. Palánk Géza szólalt meg először neheztelő orrhangon. Na de kérlek! Szinyák udvariasan felsegítette Kecét, majd cigányosan fekete képét komolyra igazítva válaszolt. Pardon, gróf úr, az egészről a gravitáció tehet, mert eshettünk volna kifelé is, felfelé is, ha nincs ez az átkozott nehézkedés. Kece tökéletesen meg volt elégedve ezzel a válasszal, a maga részéről nem tett hozzá semmit, a térdét dörzsölte nagy buzgalommal, ahol a két régisebb hely közé egy harmadik fakadt az esés következtében. Tuka végre összepakolta könyveit, és minden izgalom nélkül feltett egy kérdést. Minden rendben van?
A többiek egészen világosan érthették, hogy mire vonatkozott az egyszerű kérdés, mert bólogattak és így válaszoltak. Minden rendben. Csepp Csányi a nagyobb hatás kedvéért egy hatalmas felkiáltó jelet rajzolt a táblára. Tuka elégedetten biccentett. Akkor holnap indulunk. Mégis valami nagyon izgalmas dologról lehetett szó, mert lám a komoly Tuka szeme ragyog, mint a karbunkulus, és a többi gyerek szemében is parázslik az öröm, mint a kerékpár csuplámpájában az ásványi fény. Csepp Csányi rikkantott a táblánál. Csak el innen el gyorsan, mert a ruhámba ívódik az iskolaszag, aztán szagolhatom egész nyáron. A furcsa, színpadon használatos szórend legyűgözte őket, mert kifelé tolongva kiabálták. Csak el innen gyorsan! Szinyát még hozzátette az ajtóban, mondá az ősz Csepp Csányi. Egy pillanatra visszanézett az üres tanteremre, és olyan furcsa érzése támadt, mintha egy idegen lakásba nézne be akaratlanul. Minden ismeretlen volt, illetve ismeretlenné vált. A padok, a tábla, a falon a képek. Tehát Szinyák most nem ért rá furcsa, ismeretlen benyomásokkal foglalkozni. A többiek után rohant, és csatlakozott hozzájuk az utcán. Hogy ezután mi történik, azt már nem olvasom föl, azt inkább olvassátok el ti. Otthon is jól el lehet tölteni az időt, az a lényeg, hogy maradjatok otthon, vigyázzatok egymásra, a szüleitekre, az idősekre, a nagyszülőkre, és valahogy csak túl leszünk ezen az egészen. Sziasztok!